Halló, te mit csinálsz? Hát te mit képzelsz magadról? Csak így, hogy menekül? Milyen aranyos? Ó, jaj, 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 annyira mégsem aranyos, annyi mégsem aranyos! Ó, nagyon gonosz ez a Pyro. Üdvözlet mindenkit, én Wasabi202 vagyok, és ez itt a következő Team Fortress 2 videóm, amiben heavyvel leszek. Mert elég sokan jeleztétek, szia Spyocska, nagyon lassú vagy. Tehát elég sokan jeleztétek, hogy egy jó ideje nem volt heavy videó is, megnéztem, és hát igazából tényleg nem volt, úgyhogy miért ne, igazából nincsen semmi baj a heavy videókkal. Én akkor ide beállok, szépen megeszem a csokimat, és fölmegyünk oda a házba. Direkt ezt a pályát választottam, mert itt nagyon szépen be lehet osonni az ellenség mögé, mert ugye ott mindig vannak fönn sznáj. Jaj, 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 Oké, valaki megmentett, gyerekek. A legutóbbi videóban is volt egy csomó ilyen... nem, az nem a legutóbbi volt. Mindegy, valamelyik nem rég készült videóban is volt egy ilyen csomó esemény, hogy megmentettek a csapattársaim, és igazából lehet, hogy ez most is elő fog fordulni. Kérlek, legyen ott a HP, kérlek, legyen ott a HP. Ah, jó, gyerekek. Eddig minden működik, eddig összejöttek a dolgok. Ezt a közelarcit hoztam, mert ezzel tudok HP-t szerezni. Nem pontosan tudom, melyik update-ban, de valami még megváltozott, és most már hát mondjuk használhatónak mondható. Hát előtte azért úgy annyira nem. Oké, ezt elég gyorsan megnyertük. Mi mennyi van a pályából? Még 36 perc, úgyhogy bőven van idő itt killeket szerezni. Hát ez nem tudom mit csinál, ez a gyerek ez nem tudom mit csinál itt, tehát hogy... Engineerként azért nem pont így random középen kéne szaladgálnod, hanem mondjuk építkezni, vagy nem tudom, tehát hogy... Nem pontosan tudom mit csinált az a gyerek, és én mindjárt... Az ott egy jó engineer, tehát hogy egy engineernek azt kell csinálnia. Oké, benn vagyok gyerekek, nyugi. Most megenném a csokimat, de eléggé félek, hogy valaki látott engem ide bejönni, és esetleg követne. Nem, ő nem látott, de azért gyorsan megöljük, hát akkor nem. Nem, mindegy, én... Oké, nem is kell megenni a csokimat, mert közben újra spawnolt a HP pak. A játék gyorsan megoldotta a problémánkat. Ajaj, az a sniper az ott látott engem, úgyhogy... Mi lenne, hogy megkeresném ezt az engineert, mert hogy ide bejött egy kék engineer, de akkor lehet, hogy már halott, mert itt egy csapattársabban. Hát oké, úgy tűnik mindenki halott. Elég közel vagyok a spawnhoz, úgyhogy visszajövök egy kis... Mi? Wow! Az engineer volt? Igen. Valahonnan bezuhant elém egy engineer, és lerandom kriteltem, pedig csak ugye levegőt ütöttem. Wow. Hát ez csak úgy megtörtént. Wow. Na, elfelejtettem, hogy ott az és a medic ölt meg. Elfelejtettem, hogy ott van az engineer, és hogy láthatjátok, már le is rombolták a sentry, tehát hogy ha egy 2 másodperccel később érkezek oda, akkor most élnék, de nem. Nem. Jó, mindegy, mondjuk eddig ezen kívül minden jól alakult, tehát szerintem ennyi belefér. Néha azért nekem is meg kell halnom. Néha azért nekem is el kell sülni a dolgnak rosszul. Van itt valahol egy spy, aki eléggé menőnek érzi magát. Nem, nem te vagy. És van egy speckás jóvágásúja, ami az a rejtett penge tudsz. És nagyon menőnek érzi magát veled, de én majd megmutatom, hogy nem is annyira menő. Én mindig hátra kell nézni, mert pillanatok alatt... Nem, hogy megint megöljön egy medik, jó. Oké, nem ölt meg még egyszer egy medik. HP... HP... Oké, lehet, nem vagyok biztos benne, de lehet, hogy most amiatt menekültem meg, mert ezt a fegyvert használtam. Tehát, hogy... Oké. Én elfogadom. Láttátok, hogy el is ért az 5-ös killstreaket az a spy, úgyhogy én meg szeretném keresni és megölni. Mondjuk heavyként egy tökéletes célpont vagyok neki, úgyhogy azért eléggé résen kell lenni, hogy pontosan mit csinálok, de beállok a sarokba, és akkor túl egy probléma nem lehet. Jó, hogy nálunk van a pont, oké. Én igazából ide jöttem elfoglalni, de... Hogy látjuk, erre már nincs szükség. Szia Soldier, az mondjuk annyira most nem érdekel, nagyon kell figyelni a Spyra, gyerekek. Előbb is leszúrt, és... Ezt nem akarom, hogy megismétlődjön. Itt volt egy Spy egyébként, de nem biztos, hogy ő volt az is, el is ment, úgyhogy... Nagyon nem kell foglalkoznom vele többé. Felnézzünk ide egy kis sniper lakomáért. Ó! Ezért jöttem itt a gyerekek. Ez a fegyver, ez mindig random crit-el, mint hogy eddig kettőt öltem vele, és mind a kettő random crit volt. Eléggé spágyanús. Láttátok? Villant a kék, ő lesz az, érzem. Nem, oké, lehet, hogy nem. Hát igazából, de lehet, hogy ő, de nem találom sajnos. Oké, gyerekek. Résen kell lenni eléggé. Na. Nem. Ez direkt ilyen feszültségkeltés, mint a horrorfilmek, tehát hogy sok ideig nem történik semmi, és aztán hirtelen lecsap majd valahonnan egy Pyro-ba, nem rád gondoltam, hanem mondjuk most éppen a Spyra. Nem baj.
Ó, vége is a körnek, úgyhogy... Itt van! Te vagy az! Te vagy az! Mondjuk nem, ez nem az. Oké, ez nem az, egy másik spy, de nem baj, ez is egy spy volt, és megöltem. Hát az a gyerek az nem lett meg sajnos, úgyhogy túlélte. Az velünk van? Na jó, csak nem ízott a fegyver, úgyhogy elég furcsán nézett ki, tehát gyanúsá vált számomra. Mindegy, az a gyerek az nem lett meg, és pedig él valahol. Valahol él. Valahol túlélte. Gyerekek, nekem ez a spy az ellenségem. Ebben a videóban az a célom, hogy megöljem azt a spy-t. Vagy velem van most pont? Nem, ott van, oké. Milyen a statja? 7-4, annyira egyébként nem is jó, tehát hogy... nem tudom miért vadásztam ennyire, de én elhatároztam, hogy ő lesz a fő ellenségem. Közben nagyon aktívan használják a voice chatet, tehát hogy annyira azért nem kéne. Tudnám javasolni, ha benéztem, de is két sniper nézett felém, úgyhogy... Óvatosan kell itt. Csak sniperek meg spájok vadásznak rám folyamatosan is. Pont mind a kettőnek tökéletes célpont vagyok. Oké, nem ő volt az. Ő is jó vágásút használt, de nem ő volt az. Mert ugye ez nem volt speckás, úgyhogy... Mindegy gyerekek, nekem akkor... Akkor lehet igazából két ellenségem is, tehát... Vadászhatok két spájra is. Nekem meg... Ott egy. Nem ő az szerintem, de... Tudom, hogy itt vagy valahol. Nem, sosincs ott, ahol számítok rá. Ajajaj, gyereke. Ebből mindjárt eléggé műtolás lesz. Szevasz! Foglaljuk a pontot, és közben minden ötödik másodpercben hátra kell nézni, mert különben rögtön kapok egy backstabet. Mi lenne, ha használnám ezt a fegyvert? Nem, mint eddig olyan nagyon nem használtam volna. Random crit! Random crit! Oké, ez most annyira nem jött össze. Én most is bíztam benne, hogy kapok egy random critet, de ez nem így történt. Spy? 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 Nem, de egy soldier itt van, és az biztos, hogy itt van. Oké, megint elfoglaltuk a pontot, és eléggé vezetünk is, úgyhogy... Jó, nem vezetünk. Oké, pont, hogy ők vezetnek, nem baj. Akkor nem sokára mi fogunk vezetni, mert nálunk van a pont most már. Úgyhogy én nyugodtan feljöhetek ide, és vadászhatok sniperekre, mert eddig ugye elég sokszor találtam itt snipert, bár most pont nem. És itt egy halott teleport. És jön... Miért raksz itt a teleport? Azt szerintem ez eléggé feltűnő hely. Nagyon-nagyon furcsa dolgok történtek itt. Most is! Oh, most biztos, hogy megmentett az a fegyver. Most biztos vagyok benne, hogy emiatt éltem túl. Hát ezt már nem, de ez már nem a fegyver hibája. Most folyamatosan megöltek engem heavyként, és nem igazán tudtam ellen csinálni semmit, úgyhogy gondoltam beállok pyróba, mert akkor úgy szét tudom rektelni őket. Bizony, ezt a legkevesebb skillt igényelő kis lódotot fogom használni, tehát hogy ezzel bárki tud alázni bárkit. Ezzel jöttem gyerekek, mert meg kell tanítani őket, hogy kell alázódni. Elég furcsán hangzik, de nem baj gyerekek, én most ide jöttem is alázok mindenkit. Nem is kell csinálnom semmit, csak ide jönnek és felrobbantják magukat. Ennyire jó ez a loadout. Ennyire jól működik. Menj innen, menj innen! De azt se én öltem meg, nem baj gyerekek. Én itt vagyok és aktívan segítek a csapatomnak, bár mondjuk aktívan kéne foglalni a pontot is, mert azért úgy anélkül vesztünk. Kinézek? Hát mondjuk ott vannak ellenségek, de remélem azért annyira nem jönnek ide. Heavy az nagyon jó itt, gyerekek. Őt lőjétek. Golyófogónak használom konkrétan a heavy-t. Most lehet, hogy meghalok egyébként, de a pontot még el kéne foglalni, gyerekek, ti nem jöttök? Vagy csak én meg az a heavy foglaltok a pontot, és egy HP-n van konkrétan, úgyhogy nagyon-nagyon ügyesnek kell itt lenni. Oké, megvan a pont, akkor én tőle meghalhatok, csak tartjátok a pontot. Ott egy sniper. Én neki fogok szendvicset adni. Nézd hátra is, ismert fel, hogy én egy barátságos heavy vagyok. Hello? Hallod? Ne, nyugi. Meg tudjuk beszélni. Tessék, kaja. Oké, megetted? Hamnyam. Remélem ízlet, anyukám csinálta. Na hát mindenki barátkozik, mondjuk őt kivéve. Tehát mindannyian látjuk a megkülönböztető jelzést a fején. Meg is érdemelted. Oké. Elég jól megtanultam kijátszani ezeket a kis múmiákat. Tehát, hogy nem vagyok biztos, mert egy kicsit múmiának néznek ki. Hát nem betészne engem. Annak azon mondjuk páncél van, úgyhogy következzetek arra, hogy jó, hát erre nem emlékeztem. Vagy nem ezt csinálta az előző játékokban, vagy csak úgy szimplán nem emlékeztem.